Kazincz Barcika Várossá nyilvánításának 70. évfordulója alkalmából ajándék Múltunk jelenünk címmel állított össze tárlatot a Kazincz Barcikai Goblen öltögetők köre. A művészi társaságot az alkotás öröme, az önkifejezés, a teljes kikapcsolódás felemelő érzése hívta életre 2010. októberében. Tagjaik igazi baráti közösséget alkotnak, akik büszkék arra, hogy a Goblen művészetével hozzájárulnak a magyar kultúra és vallás ápolásához, népszerűsítéséhez, városunk jó hírének öregbítéséhez. A kiállításon 30 tű goblen kép látható, amelyek Barcika nevezetességeit mutatják be. A tárlatot Karikás Lajosné, a Kazincz-Barcika város kommunális és kulturális fejlődéséért alapítvány elnöke nyitotta meg. A jelenlegi kiállításon látható goblen képeiken Kazincz-Barcika múltja és jelennek köszön vissza. A gólyázó fiúk, Kazincz-Barcika város címere, az épülő város 1962-ben, a Völgyparkban található borjút terelő fiú, Egressy Béni út és a legrégebbi fodrászata, a vasút 1962-ben, iskoláink, óvodáink, templomaink, Mezei István grafikája, és a jelenünk, az unikornis, az oroszlán, a zenélő szökőkút, falfestmények. A tűvel festett képeket az elmúlt 10 év során készített el a kör 9 tagja, és eddig az ország 64 kisebb-nagyobb településének kiállító termeiben voltak láthatóak. Hogyha eljönnek ide a emberek is végigmennek itt ezen a kiállításon, akkor olyan, mintha egy időutazáson vennének részt. Ugyanis itt a város születésétől, vagyis a város alapköveinek a letételétől kezdve a mai napig új épületek, ezek mind megtalálhatók, és a képek alatt nem csak az van, hogy mit ábrázol, hanem az évszám, hogy mikor került átadásra. Ezért mondom azt, hogy ez tulajdonképpen egy időutazás Kazincz-Barcikán. A Kazincz-Barcikai Goblen öltögetők köre egy hatalmas felajánlást is tett Color City számára a város 70. születésnapja alkalmából. Úgy gondoljuk, boldogság adni, amely nem függ a holnaptól, a tegnaptól, és nem függ anyagi javaktól. Csak is magunktól függ. Mindenre magunkban találtuk meg a késztetést adni. Mert adni öröm. Így történt, hogy munkáinkkal most már városunkat is tudjuk gazdagítani. A születésnapi ajándékot Klimon István alpolgármester köszönte meg az önkormányzat nevében. Ahogyan Piroska mondta, nagy öröm kapni, nagy öröm adni, és nagyon örülünk annak, hogy ezek a képek, amelyek ott, hogyha néznek a kiállításra érkezők, láthatják, hogy valóban felérnek egy-egy fotóval, és nem csak messziről, hanem még közelről is. Talán egy kicsit pixeles, nem annyira nagy felbontású fotó, de bizony-bizony ezek tűvel vannak festve. Szívből gratulálunk mindenkinek, és nagyon jó munkát kívánunk a jövőben is. 18 kazincz-barcikai vagy Kazincz-Barcikánhoz köthető művész alkotásának kiállítás megnyitójával folytatódott a Color Fesztivál első napjának programsorozata. A helyszín szintén a Mezei István művészeti központ volt. A Galéria 70 című tárlatot és a kiállítókat Pétervári György műgyűjtő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke méltatta. Minden kiállító külön utakon jár. Míg egyesek a nyüzsgő városban, a flaszteren, mások a vidék magányában, az erdők ölelésében érzik komfortosan magukat. Vannak világjárók, akik mindig más helyen keresik és találják meg az inspirációt. A lakhelyükhöz kötődő művészet, a kultúra kiteljesedését, a művészeti kiteljesedés a szülőföld határozza meg. Vannak kísérletezők, örökmozgók, és van olyan is, aki a megszokott és jól bevált művészi stílushoz alkalmazkodik és azt preferálja. Mindenki másképp csinálja, a végeredmény mindig ugyanaz, a műalkotás. A kiállított festmények, grafikák mellett fotókat, installációkat, iparművészeti alkotásokat láthat a közönség.
A hétköznapi történésekre reagálok, mindenre, ami körülöttünk zajlik, akár a családomban. Most elsősorban családi képekkel dolgoztam, de egyébként bárhonnan merítek, az egyszerű utcai sétából is keresek gondolatokat, amiket meg tudok fogalmazni. Kerekes István fotóművész a rá jellemző szocióportrékkal szeretné megmutatni magát a közönségnek. Én azt szeretném, hogyha az emberek, amikor ránéznek a képekre, akkor valamilyen érzéseket váltson ki belőle. Hát én bízom benne, hogy mindenkiben megfogalmazódik valami a képeim alapján. Meg aztán remélem, hogy ha ez a három kép valamit elindít, akkor utána járnak, hogy még hol találnak képeket tőlem, és akkor úgy egy nagyobb képet tudnak alkotni. A kiállítás megnyitójának emlékére Szétka Péter polgármester és Klimon István alpolgármester adott át az alkotók részére ajándékokat. A Galéria 70 című kiállítás a Mezei István Művészeti Központban szeptember 13-áig tekinthető meg díjmentesen az érdeklődők számára.